Hajnal Miklóssal ülünk itt, ő a Momentum szóvivője, nem először találkoznak már a kedves nézők. Miklóssal, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát azok a plakátok, amik hirtelen megjelentek Budapest utcáin, azok nem feltétlenül annyira durvák, mint Simicska Lajosék, de nagyon hasonlítanak. Kedvet kaptak? Abszolút, abszolút. A szóhasználat az valóban különbözik, de úgy éreztük, hogy itt egy lehetőség arra, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy milyen abszurd módon zajlik jelenleg a pénz kitalicskázása az országból, milyen mértékű a korrupció. Mi ezzel a témával foglalkozunk hetek óta. Ez ugye a korrupció ellenes népszavazással kezdődött, amiből a Fidesz két nap alatt gyakorlatilag kihátrált, és azt gondoljuk, hogy ezt nem szabad itt elengedni. Tehát itt nyilván nem csak az a kérdés, nem oldottuk meg ezzel a korrupció problémáit, hogy az elévülés 8-ra 12 évre emelték, ennél sokkal súlyosabb problémák vannak, ezekről a problémákról beszélni kell. Mi ezért kitelepültünk most a héten a pultjainkkal országszerte körülbelül 15 különböző pontra, és különböző ilyen akciókat kezdeményezünk. Ez most egy olyan felület volt, amire sikerült Simicska Lajosnak felhívni a figyelmet, de hogyha bármilyen más hasonló felületet látunk, rengeteg ilyen felület van, hát azért neki több ezer plakátja és táblahelye van, meg ilyen oszlop szerte az országban. Ugye ez úgy van, hogyha Simicska Lajos cége nem tesz feljelentést azért, mert rongálják az ő üres plakát helyeit, akkor azt lehet rongálni, úgymond, mert azonnantól kezdve nem rongálás, azt írnak rá, amit akarnak, hát erre hívta fel voltak éppen Simicska Lajos a figyelmet. Ez természetesen azért egy kockázat, tehát mi is ezzel a kockázattal számoltunk, nem is rongáltunk egyébként annyi plakátot, tehát egy tucatnál kicsit többet, de két csapattal mentünk gyakorlatilag Budapesten, volt egy csapatunk Szegeden. Mert kérdezték Simicska Lajost, hogy lehet-e? Nem egyeztettünk ebben a szempontban. Lehet, hogy azt mondaná, hogy hajrá. Hát, lehet. Mint a fia, hogy hajrá, apu. Jó, amit kiírtak, az nem olyan obszén, mint amit Simicska Lajos felírt a saját tábláira, de bizonyos mértékig súlyosabb, mert az egy káromkodós állítás valakiről, ez meg azzal fenyeget, hogy börtön lesz ennek a vége. Ugye Orbán Viktor, ki megy börtönbe? Ne én soroljam. Orbán, Rogán, Mészáros neve került fel. Igazából nem mentünk végig a listán, mi az összes jelenleg a regnáló hatalmat pozíciójában tartó politikussal szeretnénk foglalkozni. Ugyanígy foglalkozunk Polt Péterrel is, aki ugye most már ki lehet mondani, hogy egy fideszes ügyészségnek az élén áll. Ezekkel az emberekkel azért kell foglalkozni. Pont ma mondta, hogy hát az egy hülyeség, hogy fideszes lenne az ügyészség. Ezt hát, nem hiszük el? Ezt nem hiszük el azért, mert rengeteg lehetősége lenne arra az elmúlt évek cikkei alapján, az elég jó munkát végeznek a tényfeltáró újságírók, hogy azért mégis vádat emeljen, eljárást indítson, kivizsgáljon ügyeket. És ha egy ügyész nem él ezzel a lehetőséggel, akkor ő nem végzi el teljes mértékben azt a munkát, aminek jó, ez meg az meg amaz, megy a börtönbe. De hogyan? Mitől? Amikor fideszes az ügyészség, fideszes a főügyész az önök állítása szerint, meg hát gyakorlatilag minden törvényesítenek. Most beszéltem Tóth Bertalannal, az MSZP frakció vezetőjével pont arról, hogy lesz törvényes az offshore cégekkel szerződni. Akár visszamenőleg is a nagy követségeknek most hoztak rá egy törvényt. Tehát akkor hogyan? Ez biztosan egy borzasztó nagy feladat és munka lesz. Én azt gondolom, hogy ezt a munkát viszont muszáj elvégezni, ez megkerülhetetlen. Ez akkor lehetséges. Sok esetben elég egy 50% feletti támogatottság ehhez, sok esetben kétharmad is kell hozzá, sok esetben még hogyha kétharmada is van egy pártnak, úgy gondoljuk, hogy több párttal együtt kell működni ezekben a kérdésekben. Tehát mik ezek a kérdések? Például az, hogy legyen kötelező vagyonosodási vizsgálatot folytatni az összes politikussal szemben. Úgy gondoljuk, hogy ezt a lépést meg kéne tenni, ezekre az utóbbi években nem igazán volt példa. Tehát nem önbevallós alapon, hanem gyakorlatilag mint egy napvizsgálat. Nézzünk be a hűtőszekrényükbe, igen. Uh-huh. Ugyanakkor önbevallásos alapon is nagyon fontos a vagyonnyilatkozatok kérdése. Ugye Mészáros Lőrinc legutóbb kifelejtett 1 milliárd forintot. Nekünk az a javaslatunk, hogyha valaki ilyesmit követel, hogy kifelejt valamit, vagy ekkora méretű pontatlanságot követel, akkor az lehessen bűncselekménnyé nyilvánítani. Ugyanígy a parlamenti vizsgálóbizottságok valamilyen módon vezethessék elő azokat a politikusokat, akik bujkálnak előlük, vagy nem jelennek meg. Ne lehessen, jelenleg az a baj, hogy a politikusok nem számon kérhetőek, és mi egy olyan államban szeretnénk élni, ahol ezek számon kérhetőek. Úgy lesz, mint a bíróságon, hogyha egyszer-kétszer nem megy el, akkor a rendőr vezetőszálon elviszi a lakásáról a országgyűlési képviselőt a bizottság elé? Hát a pontos formáját ennek még ki kell dolgozni, hát, de... Próbáljam elképzelni. Mit kezdenek azzal, hogy a legtöbb politikus, hogyha igazak a hírek, nem a saját nevén szerepelteti a vagyonát, hanem rokonok, barátok, ismerősök. Erre is van megoldásunk. A becsület szerződésünkben részletesen pontokba írva leírjuk, hogy garantáljuk azt is, hogy rokonok nem indulhatnak közbeszerzési
közbeszerzéseken. És ugye ez most jelenleg például, hogyha csak a Tiborcz családra gondolunk, vagy a Szemerei családra gondolunk, akik így felkapaszkodtak az utóbbi években, az jól mutatja, hogy azért nem állnak annyira távol Orbán Viktortól, Matolcsy Györgytől ezek a kulcsfigurák, akik ezeknek az ügyeknek a főszereplői voltak. A becsület szerződésre azt mondják, hogy ezt a társadalommal kötik, hát azt hogy? Ennek az a lényege, hogy a pultjainknál egyfajta beszélgetést kezdeményezünk. Megkérdezzük az embereket arról, hogy szerintük mik a fő korrupciós ügyek. Nyilvánvalóan van pár nagy, amiről mindenki tud arról, hogy az úszó VB költségei hogy elszálltak az utolsó évben, mindenki tud arról, hogy a felcsúti beruházások hogyan haladnak. Ugyanakkor van rengeteg helyi korrupciós ügy is, amire nagyon kíváncsiak vagyunk, országszerte meg akarjuk ezeket ismerni. Ezeket? Ezeket az ügyeket gyűjtjük, igen, és szeretnénk azt is tudni, hogy mik a legfontosabbak ezek közül, melyekkel kezdjük meg a munkát először. Tehát most jelenleg azt kérjük mindenkitől, hogy aláírásával vállalja azt, hogy ő elmegy 18-ban szavazni, és mi pedig vállaljuk mindazt, amit a becsületszerződésben leírtunk, akkor, hogyha megkapjuk ehhez a szükséges parlamenti felhatalmazást. Ezekért az ügyekért mi az első naptól kezdve küzdeni fogunk, és már most is küzdünk értük. Ugyanakkor a legfontosabb dolog az mégis a választásokon való részvétel, tehát a becsületszerződésben az is szerepel, hogy mindenki vállalja, hogy elmegy szavazni. Mert jelenleg hiányzik körülbelül 1 millió szavazó mondjuk 2002-höz képest, és hogyha ezt az 1 millió szavazót tudnánk valahogyan aktivizálni, tudnánk érdekelté tenni abban, hogy ismét foglalkozzanak politikával, vagy legalább menjenek el szavazni, akkor sokkal nagyobb esélye lenne a kormányváltásnak is. Na ez az, ők elmennek szavazni, de ugye a megállapodásuk az két oldalú, tehát önök azt ígérik, hogy akkor majd utána lesznek vizsgálatok, de csak akkor lehetnek, hogyha nem a Fidesz a legerősebb kormánypárti erő, hanem mondjuk valaki az ellenzékből lesz az a következő ciklusban. Hát hogyan? Hát éppen ezért dolgozunk. Úgy gondoljuk, hogy a választást azt tettekkel lehet megnyerni. De külön-külön indulva is meg lehet nyerni? Tettekkel? Szerintünk igen. Mi ebben bízunk, és ezért dolgozunk. Úgy gondoljuk, hogy a Momentummal kapcsolatban még rengeteg kérdőjel van. Ilyen kérdőjel például az, hogy milyen lesz a programunk, de azt gondolom, hogy még a jelöltjeinket se ismerik. Tehát nekünk az elsődleges feladatunk az, hogy ezekre a kérdésekre választ adjunk, és aztán fogjuk látni, hogy ténylegesen mekkora a Momentum támogatottsága. Az, amit most látunk, ugye 3% körül vagyunk, általában 3-4% a biztos pártválasztók körében, Budapesten ugye ez 9%, ennek az első üzenete az, hogyha ismernek minket, akkor sokkal nagyobb a támogatottságunk. Tehát miért kell minden pártnak dolgoznia? Azért, hogy ismert legyen. Én Martonvásáron voltam 2 héttel ezelőtt, ott a teljes közgyűlésben fideszes képviselők ülnek, nem azért, mert annyira fideszes lenne a város, hanem mert csak fideszes jelöltek indultak. Tehát indult pár munkáspárti. Tehát helyben kellenek politikusok, helyben kell ismerté válni. A második nagyon fontos lépés ezen felül szerintünk az, hogy cselekedni kell, aktívnak kell lenni, meg kell mutatni, hogy már így is képesek valamit tenni az állampolgárokért, és beszélgetni kell velük. Nekünk erről szól a cselekvésköre, és erről szól az is, hogy kim vagyunk a pultjainkkal. Ez alapján egy erős programmal, a megfelelő jelöltekkel meglátjuk, hogy mennyi lesz a támogatottság, de mi úgy gondoljuk, hogy sokkal több most ebben a potenciál, mint amennyi jelenleg látszik. Meglátjuk valóban, ahogy mondja. A Momentum szóvivője Hajnal Miklós volt a vendégem. Köszönöm szépen!